Na Hali, üdv a Sight végigjátszásában, 24. pálya, Hatred. Vegyük fel a fegyvereket, kerüljük ki az impeket is, vegyük fel a rakétákat, és erre jobbra itt a piros kulcsot fel tudjuk venni. Mi volt ez? Oké, Hell Knight-ok mellett így el tudunk futni. Bújjunk el az Archvile elől, ha esetleg támadna, vegyük fel a Super Shotgun-t, vegyünk fel Health-eket. Oké, és gyerünk föl a liften. Oké, a Cybertól. Jó, azt akartam mondani, hogy kerüljük ki a rakétákat, szóval muszáj kicsit visszafutni, aztán ha elmentek a rakéták, akkor be a liftbe. Nem sok a Health-em, azt a Revenantot lelőjük itt simán, és nagyon sok Revenant jön, hogyha itt kilépünk. Lőjünk el néhány rakétát így előre, akkor azok már találni fognak. Ott is szoktak jönni, úgyhogy oda is lőjünk. Jó. Megvan mind. Ó, nagyon jó. Oké, van egy hátizsák, meg egy supercharge. Wow. Oké. Vigyázzunk, mert a Cyber ide tud lőni. Jó, és közben az Archvile-t innen le tudjuk szépen rakétázni. Lehet, hogy kell 4-től több rakéta, amivel nem tudjuk telibe találni. Cyber Demon lövi szépen a Hell Knight-okat. Az jó. Oké, nekünk jön még egy csomó Revenant. Megint kilőhetünk pár rakétát előre. És ott jönnek. Talán a legjobb itt ezen a részen lőni őket. Így, és a követőseket így elég jól le tudjuk rázni. Jó. Oh. Hello. Oh, van még egy. Jó, van még egy supercharge, hát fölveszem, mert ide nem akarok már visszajönni. Lőjük még le a Baronöket. Használhatjuk egy kicsit a Super Shotgun-t is. Abba elég sok lőszer van a pályán. Ó, és lőjünk bele azokba az arcokba. És ott láthatjuk, hogy felnyílik egy rész. Jó, lőjük le az arachnókat majd, az lesz a búvóhelyünk. Így. Oké, ez egy titkos hely ugyebár, és itt is van egy supercharge, na de előbb próbáljunk a kakóktól megszabadulni. Jó, Berönt ha eltalálnák, akkor infajtolna, de most már mindegy. Jó. Ó! Egy kakó körbe ment. Közben nem szeretném a... Jaj. Elpazarolni a supercharge-ot sem. Van Berserk is, szóval... Alapjába véve Health az van elég sok a pályán. Oké, na mennyi kakó van még? Oké, csak egy... Plazma csomagot vettem föl. Ó, ott van még kakó. Van elég sok kakó. Nem tudnátok a Cyber Demonnal harcolni? Esetleg? Hát nem, mert állandóan lőnek. Alig mozdulnak. Jó. Elfogytak a kakók? Na, az nem rossz. Van még két doboz rakéta, az kell a Mancubusokra. Jó, van egy Hell Knight is. Ezt lelövöm, mert zavar. Jó,
Lehet, hogy nem lesz elég rakétám a menki buszokra. Ó. Egy kicsit eltalált. Jó, meghalt. Még egy meghalt. Még egy meghalt. No, talán... Csingánnal is sikerül lelőni már a többit. Még egyel kevesebb. Még egyel kevesebb is. Szerintem egy maradt. Há, ígyni. Oké. Jó, hát akkor most fel tudjuk a Berserköt, meg a Supercharge-ot is venni. Jól állunk. Oké, ideje kinyitni a kék ajtót. És a Cyber rakéta, ha oda repül, akkor eltalálja a Baronöket, de ez valahogy nem sikerült most. Jó, hát akkor sikerült másodszorra. Ó, megölték a Cyber Démont. Na. Na, az se rossz. Jó lenne a BFG közben. Kérem szépen. Hát, lelőleg szuper shotgunnal, te mégiscsak kaptál egy kis robbanást. Jó, nekem meg van itt lőszer. Oké, viszont rakétám már nincs, úgyhogy... Akkor velük is szuper shotgunnal számolunk le. Jó. Gyere te is, au. Nem baj, ott a Supercharge. Jó. Van lőszer is, van védőruha, és ide végül is használhatjuk a BFG-t. Pinkiknek van még egy túra. Így. Ha oda bemegyünk, jön egy Archvile. Mindenkit csak le BFG-zni, és végül is a Supercharge-ra már különösen nincs szükség. BFG-t a Mastermind-nak is. Így. Két full lövéstől szinte biztosan kifekszik, és az utolsó ellenfél. Archvile. És készen vagyunk. Hú, ezt a pályát gyakorolnom kellett elég sokat. Az elején még szinte lehetetlennek tűnt, de aztán úgy valahogy kezdtem ráérezni. Az eleje a legnehezebb, hogy indítsunk. Hát én ezt találtam ki, ezt a taktikát. Nem néztem egyébként másnak a végigjátszását, hogy ő hogy csinálta. Számomra ez elég jól működött. A Revenantoknál volt talán a legtöbb elhalálozás. Ja, meg amikor a liften kellett fölmenni. Hát jó, Cyber Demon rakétáit óvatosan kell kerülgetni. Oké, köszi, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban.